Hey. A produkáljátok magatokat! Alles klar, alles klar, mit Daniel Glitcher. Alles klar. Ott a teó! Vedd ki gyorsan! Ja, Achtung, Achtung, Rutschke fährt! Mi az? Smoke weed. Sziasztok! Elindultunk a Mölltáler Gletscherhez! Már majdnem megérkeztünk, ezt nézzétek. Itt egy kicsit megmaradt a hó. Úton vagyunk fölfelé a Szerpentinen, és kiderült a családomról, hogy mindenki beszél. Laura, mesélj egy kicsit a félelmeidről, mitől félsz itt? Itt mindent. Mindent, de mégis a szalagkorlát is van. Igen. Hát de hát ez tudod, hogy virelli. Frankos amigos. Sehr gut. Frankos amigos. Hol a kamera? Valahol. Mitől félsz? Én felelősségteljes vagyok, és vigyázok. De nem vagy ugyanolyan gyerek, vagy csak beszari gyerek. Bordás, neked van némi félelem? Igen, a mai nőktől nagyon rettegek. Azok elég veszélyesek. Igen, sem. De tényleg. Fanni? Neked kialakult a tériszonyod? Igen. Most nem szeretnék beszélni. Neked eddig nem volt tériszonyod, Fanni. De most kialakítottad magadnak, hogy te is a csapathoz tartasz. A forsos végán. Na eddig elég jól haladunk, egyáltalán nem sikerült a gletszersűzés, és le volt zárva a pálya viharma. Hogy értitek magatokat most, Fanetti? Át kellett jönni sajnos máshova. Én gletszersízni akartam, de ez most nem az lesz, ez egy kisebb pálya. Na oké, itt vagyunk most már a fél úton, a pályán 2000 méter magasan. Most mi az érzés benned, Fanni, például? Utálom. Nem, utálsz, imádni fogod. Ennél jobb helyzet nincs is. Nézd meg, nem is látszik semmi. Elég hátkor a pálya. A lányok most jelnek először, és közben sírnak. De megpróbáljuk. Igen, de legalább nem látszik őre. Teher alatt nő a pálma, így kell megtanítani őket sielni. És így is örüljön mindenki, hogy nem a fekete pályán tanulunk. Örül mindenki, látod, főleg én. Van egy kicsit. Ezek hajjalatok kellett volna egy kicsit. Laura. Azt hiszem, elfogtál tenni egy idejére, ne jöttünk. De bátor vagy. Fannit már elvesztettük, ő inkább visszament a sífelvonóval ott fönt. De egyébként ügyesen állta a próbát, csak nem túl sokáig. Jó ember. Elindulást. Thanks.
Hát tök csinos vagy. Ez az. Gyere itt a puszi. Azt nekem bocsátani fogni? Egyelőre még nem. Miért is nem? Azért nem faszol voltál. Mit műveltem? Kérdéseket magadba. Igen. És szerintem egy köcsök van. De szép volt, nem? Halálfélem van. Pedig most megtanítom a teljesen kocsiját. Hát. Testvérség. Yes. Nekivágunk a legmagasabb pontnak. Itt most kipróbáljuk a fekete pályát. Annyi, hogy akkora hó van, hogy ugye nem látni semmit. Olyan, mint a mennyország, nézd. Akárhova nézd, csak hófehér. Métert látni, aztán ennyi. De elég. Egyelőre. Na jó. Az a helyzet, hogy akkora szűz hó van, hogy ezekkel az apró lécekkel egyáltalán nem tudom benne menni, csak a hátad előtt. Az előbb akkorát takartam, ez látszik is a szakállam, hogy arca szépen bele a hóba. Na hát ez itt elég szörny. Ez látási viszony. Bitte langsam! Nagyon fárasztó, mocskos nagy a hó. Csapatti. Nem lehet haladni. Küld fel magasra. Anyuci, mindenki nagyon jól táplálkozik most, nézd meg.
Laura spagetti teszik. Öcsi pizzát. Finom, Valentin. Very good. Én lazányét nem bírom megenni. Fanny, a kis wiener schnitzel. És Bordi, hát ő a legboldogabb férfi közül. Te mit teszel? Újra hasznosítottál vele? Feljutottunk a Möltire. Möltaler Glitche. És most már nem sírjátja, hanem bordokkal. Bordos. A bordozás még annyira. Hallod? Nézd, hogy megy fel a motorosszám. Board. Oh Lord! Woo! Alles gut? Alles gut! Mit csinálsz, Bordi, szegény? Mit csináltál vele? Nézd meg! Hogy védik? Megsimogattad? Aha, persze, de megsimogattad. Tagonyáztad? Csak húzom le! Bocsi, nem akarták megijeszteni! Na, te meg ne türelmetlenkedjél már, Borda! Elveheted, csak ne állj alá! Miért? Mert előbb meg kell nyomnom a leengedést, utána tedd oda a kezed! Állj alá! Taposál gyorsan, hogy föl ne szálljon!
Wow.